Ma délelőtt oltatta be magát a koronavírus ellen a két miniszterelnök helyettes, Dán Bárna és Kelemen Hunor, illetve a belügyi, a pénzügyi, a védelmi és az igazságügyi tárcák vezetői, de az RMDSZ-es miniszterek is ma immunizáltatták magukat. Klaus Johannis, Florin Kötzu és Ludovik Orbán után ma a kormány tagjai is megkapták a koronavírus elleni vakcina első adagját a fővárosi Karol Davila katonai kórházban. A kormány RMDSZ-es miniszterei fekete egyenpólót viseltek a szerdai oltáson, amelyen a győzzük le a járványt, oltasd be magad, vakcinázaté felirat szerepelt. A pár percig tartó oltás után Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes kifejtette, ez a leghatékonyabb módja annak, hogy életünk visszatérjen a régi kerékvágásba. Azért vállaltam az oltást a nyilvánosság előtt, hogy a saját személyes példámmal is próbáljam meggyőzni azokat, akiknek esetleg vannak fenntartásaik, azzal kapcsolatosan, hogy az oltás az veszélyeket tartogat, vagy nem. Ez a legmodernebb oltóanyag, amit az orvostudomány és az emberiség történetében előállítottak, nem tartalmaz semmilyen vírus részt, sem élő, sem legyengített, sem elpusztított vírust, és az a fajta oltóanyag, amely azt gondolom, hogy forradalmasítani fogja akár rövid távon, középtávon az orvostudománynak ezt a részét. A kormányfő helyettes továbbá azt nyilatkozta, az oltás után jól érzi magát, ellenreakciót nem tapasztalt. A második oltást körülbelül 15-20 nap múlva kapja meg, ahogyan azok is, akik korábban oltatták be magukat a vakcina első adagjával. Továbbá arra biztat mindenkit, hogy bátran és bizakodóan vállalja az oltást.